Nagyon jó. Szóval, sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna, egy újabb 7 Days to Die része, amiben, ahogy látjátok, elég nagy ködünk van, itt vagyunk a vörös éjszaka előtt, mondhatnánk úgy is, hogy lezuhant az eső, lezúzódott itt minden. Oké, ez nagyon össze-vissza beszélés volt, mindegy, esett az eső, és most köd van. Nagyjából így is mondhatnánk, hogy egy jó nagy vihar után vagyunk. Azt hiszem mindent feljavítgattunk, ha jól emlékszem itt a dolgokkal kapcsolatban, szóval itt nekünk jóformán teendünk nincs. Ezt kéne. Van egy-két dolog, amit kéne gyűjteni. Igen, ahogy nézem, azért valamilyen szinten készültem is rá, hogy miket szeretnék csinálni. Ugye azért van nálam a festék, hogy fessük le azokat a részeket, amiket ki kellett cserélni. Ez például itt le is. Nem, rossz festés volt. Ezt szeretnénk elvenni, és ezt így lefesteni, újni. Így, és nem is tudom még, hogy hol. Ja, igen, ez a rész volt az, amin gondolkodtam, hogy valamilyen fás-szerűre vissza kéne állítani, de lehet, hogy mondjuk ilyen régi fence, wood barricade, western wood, cabinet old, metal reinforced. Nem, az Metal Reinforced, ez nem adja annyira. Nem, legyen ilyen barnásabb. Ez jó lesz, azt hiszem így nézett ki eredetileg is. Azt hiszem, lehet, hogy tévedek, mindegy. Ez nekünk teljesen jó lesz, igazából csak azért csináljuk meg ilyenre, hogy ne legyen olyan egyszínű az egész. Ha minden igaz, ezeknek meg... ezeknek nem kell az oldalát, ennek kell az oldalát. Nem kell az oldalát, úgy. Így. És akkor így azért valamennyivel jobban néz ki az egész. Texture picker. Vagy velünk vegyük ki ebből. Ha. Így. És akkor tudunk egy paint all side. Az úgy nagyon jó. Jó. Valamilyen. Be ne induljon a csapda. Oh, hello boys! Ez egy ilyen... Hogyan fogalmazzam? Váróbizottság. Nézzétek mennyien vannak. Jönnek, 7 Days to Die videó van. Ezt jönnek szerepelni. Nem baj, egy kis, figyeljetek, egy kis akciót beleviszünk ebbe a részbe. Ami egyébként nem hiszem, hogy túl hosszú lesz. Mert a mai nap fogok költözni vissza Szegedre. És... ez a mai nap, ez nektek mai nap. Nekem holnap lesz a hétfő. Tehát előtte lévő egy nappal veszem fel ezt a videót. Az mint átment volna a zombinak. És szóval az a lényeg, hogy igazából nagyon meleg van. És igen, igazából semmi köze annak, hogy holnap megyek vissza Szegedhez ahhoz, hogy miért szeretném, hogy rövid videó legyen, csak szimplán melegem van. Ennyi az oka, hogy miért szeretném, hogy rövid legyen a videó. Texture picker. Valamilyen szinten pazarlás, hogy minden oldalát lefestjük, mert nem minden oldalát látjuk. De igazából elég sok ilyen festékünk van, és úgy vagyok vele, hogy ne kelljen annyit festeni. Mindjárt az egész jó forma meg is van. Itt is kellett javítani. Ezt is bejavítjuk. Nem is festette le minden oldalát, csak minden oldal, ami kilátszik. Akkor ezek szerint mégse pazarlunk annyira, mert akkor ez logikus. Ez jó ez a cucc, mert akkor minden oldala, ami látszik. Jaj, itt megcsinálta. Na, igazából figyeljetek, a festéssel kész is vagyunk szerintem. Lehet, hogy még van egy-két pont, amit nem festettem le. Lámpa felkapcs, hogy jobban lássunk. De mindegy, azokra majd visszatérünk esetlegesen. Ez az, amit szeretnénk most hasznosítani. Ez a gyűjtögetős kockacukor. És elmegyünk gyűjteni járművekből, mert kellenek a rugók, gázolaj is, az se rossz, ha van. Illetve volt még valami, amit akartam gyűjtögetni, csak már nem emlékszem, hogy mi volt. Volt kocsi, mindegy. Mindegy, figyeljetek, a lényeg az, hogy kocsikat akarok gyűjteni most, hogy azokból legalább jól legyünk, azokból a nyersanyagokból. Itt van is előttünk egy pár. Ezt el is pattintjuk, mennyi 10 perc? Jó, az... Szerintem az bőven elegendő lesz arra a célra, amire szeretnénk. Hát egyelőre nem sok mindent adsz. Ja jó, oké, most elkezd adni. Most
elkezdte bőven adni. Van egy motorunk, van egy akkumulátorunk pluszban. Egész jó, egész jó. Ennyi már, már 3 óra van játékidő szerint. Persze már a vörös éjszaka után ugye még szerelgettem, és emiatt telt az idő olyankor. Nem baj. Leváltottuk már a cipőt? Úgy emlékszem, hogy igen. Aha. Leváltottuk. Nem emlékszem, mi volt a gyűjtögetésen kívül nyersanyag, ami kellhetett. Vas talán, de még úgy rémlik, hogy abból is van. Jól van, gyere szépen. Nagyon szeretnéd. Talált, csak nem halt bele. Ó, oh, az mellé ment. A fene ugye. Ahogy, na. Egyébként rendeltem billentyűzetet, képzeljétek el. Vettem billentyűzetet. Vettem egy új vezeték nélküli egeret. Az egyik az tuti, hogy biztos hibásan érkezett ki. Ez a Logitech G305-ös volt egyébként. Az hibásan érkezett ki, az egyik egere az ragadt jó formán. És visszavitettem. Az most ne kezdjünk bele, hogy az emag az nagyon úgy akarta, hogy figyelj, adunk utalványt, és vedd meg újra. Nem kicserélik, tehát nem az volt, hogy visszaadom, mert rosszat küldtetek ki, és akkor ti kiküldtök egy jót, hanem visszaadják a pénzt, és te vedd, rendeld meg újra. És lehet, hogy ez amúgy logikus valamilyen szempontból. Én nem tekintettem annak, megmondom őszintén. Nekem ez olyan, ebben is van acél. Hopp, sőt, ebben még gázolaj is van. Szóval nekem ez ilyen full logikátlan. És akkor mondták, még azt is írták, hogy ha azóta változna az ára, akkor írja az ügyfélszolgálatnak, és kompenzáljuk azt az árat. Tehát megveszem ugyanúgy, ugyanannyiért, mint amennyiért eddig, de értitek? Tehát, hogy így mozog a pénz ide-oda. Tehát ők kiküldik ide hozzám a pénzt, én visszaküldöm nekik a pénzt, és akkor hogy megkapjam újra a terméket. Végeredményében nem vettem meg egyébként újra azt a Logitech G305-öt, helyette vettem egy ilyen Razer Basilisk X Hyperspeed, azt hiszem ez a neve, vezeték nélküli egér. Ezzel bőven elégedettebb vagyok. Jobb a minősége, tovább bírja, minden jobb, mindenben jobb, és egyébként ugyanannyiba kerül a kettő. Legalábbis az alzán. Végül ezt az alzáról vettem meg. Na de várjatok, itt a sztori még nem ér véget. Hopp, ezt nem kellene szétszedni. Az maradjon meg. Vettem billentyűzetet. Ja, várjatok, az az egér az olyan 13-16 ezer forint között mozog. E kettő között ugrál. Szóval nem egy ilyen full ócska egérár. Tehát, hogy alapvetőleg egy tizenvalahány ezer forintos egérre azért elvárod, hogy működjön. Ezt úgy mondom, hogy eddig ilyen irodai egereket használtam, ameddig nem lett meg a laptopom. A laptopommal kaptam egy ajándékegeret. Benne volt a csomagban, amit így a laptoppal együtt vettem, vagy hogyan fogalmazzak. Mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy előtte ugye ilyen irodai billentyűzet, irodai egér. A lehető legolcsóbbakat. Kész. Nem nagyon foglalkoztam vele. És hol hagytuk a motorot? Ott. És szóval igen, a Logitech G305 az egy tizenvalahány ezer forintos, 13-16 ezer forintos egér. Szóval úgy nagyjából elvárjátok, hogy lehetőség szerint jól működjön. De full, nagyon műanyag érzete volt, a gomnyomásainak is nagyon ócska érzete volt. És hát ja, nem ezt vártam el tőle igazából. Mindegy, ezzel az egérrel elégedett vagyok. Van ennek is apróságai, ezen is érződik, hogy azért nem egy ilyen 20-30 ezer forintos egér, de legalább nem az az értitek, nem olyan, mintha valamilyen kínai lemásolta volna, és akkor azt vetted volna meg. De mindegy, rendeltem egy billentyűzetet, 10 ezer forintért. Egyetlen egy szempontot akartam, jó, nem egyetlen egy szempontot, ilyen kompakt legyen, tehát hogy arányaiban kicsi legyen, ne ilyen full extrás gamer, mindenfelé növekszik ki a Terminátor kinézete meg minden, hanem legyen egy pici kompakt, úgyhogy legyen egy numerikus billentyűzete. Tehát tudjátok, a számok a nyilacskáktól jobbra.
Ezt azoknak mondom, akik esetleg nem tudják, mi az a numerikus billentyűzet. És háttérvilágítás. Ez volt a legfontosabb része. Háttérvilágítása legyen, de ne XY színbe össze-vissza, és akkor váltakozik, meg rózsaszínen világít, meg mit tudom, én egy fehéret akartam, annyi, hogy fehéren világítson. Nem érdekel, hogy színt váltson, csak világítson fehéren. Tehát nem akartam, tudjátok, hogy ilyen full izé legyen, ilyen kirívó, meg nagy, meg ilyenek, csak világítson. Látni akarom a gombokat. Kijön. Minden fasza, az anyaga az egész jó. Tehát úgy éreztem, hogy egész elégedett vagyok az anyagával. Szépen világított. Mindenhol hibamentesen világított. Csak a gombok, amikor lenyomtad, ragadtak a gombok. Fura hangjuk volt a gomboknak, és ragadtak. Nem mindegyiknek, de a VASD-nél például a VA és D-nek. Szóval, alapvetőleg, mivel én egy ilyen gamer-szerű személy vagyok, nekem a VASD az elég fontos, maradjunk annyiban. És akkor itt vagyok egy billentyűzettel, amelyiknek a dupla V-je, az A-ja és a D betűje az ragad. Meg nehezen megy le. Nem mindig, de mondjuk azt, hogy 10 ütésenként egyszer. Mondom, ezt nem hiszem el. Tehát ilyen nincs, srácok. Ilyen nincs. Azt is visszavittem. Annál se ajánlották fel, hogy csere legyen. Te meg miért nem jössz rám? Te meg miért jössz rám? Még belém is tudod harapni. Nem baj, a paveritok szúrja töltötte? Nem, megállítottam előtte. Szóval annál sajánlották föl. Ezt pedig a PCX-től rendeltem. És tudjátok mi volt? Visszavisszük, úgy egy hete nincs meg. Tehát úgy, hogy pénteken meglett. Azt hiszem pénteken. Vagy csütörtökön, nem tudom, csütörtökön szerintem inkább. És jövő hét kedden már visszavittem. Vissza lett véve, igen, nem, szerdán. Mindegy, majdnem egy hete, de még nem volt meg egy hete. Bevisszük, visszavisszük, és mondják, hogy jó, hát akkor ők most elküldik ezt szervízbe. Meg így nézünk, hogy ne! Ne küldd el szervízbe! Ne legyen szervízbe nekem hetekig! Nekem vagy add vissza a pénzt, vagy cseréljétek ki. De a cserét azt nem ajánlották föl. Nem én voltam ott tárgyalni, akit meg elküldtem ott, hogy adja át nekik, az meg így kicsit megtorpant, hogy rögtön a szervízbe akarják küldeni, és nem jutott eszébe, hogy megkérdezze, hogy esetleg cserét nem lehetne. Szóval annál is visszakaptam a pénzt. Szóval a billentyűzet végül nem lett meg. Tehát tévedek, a pénzt még nem kaptam vissza, minden igaz, várjatok. Ezt ma kérdeztem meg Évától, hogy visszautalták-e pénzt. Nem utalták vissza a pénzt azóta se. Szóval, ott vagyok, hogy venni akartam egy egért meg egy billentyűzetet, egyiket sem sikerült igazából. Jó, az egérrel végül sikerült, de hogy az a billentyűzet meg egérrel mindkettővel egymás után így jártam, az kegyetlen. Most konkrétan már nem merek mit venni, srácok. Tehát veszek valamit, és akkor egy ilyen szar lesz. És utána nem ki akarják cserélni. Ó, visszaküldjük a pénzt. De rendeld meg újra, megváltozik az ára ez idő alatt, akkor vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal, és akkor majd megoldjuk. Tehát ha szarul küldenek két terméket, akkor szerintem az egy olyan alap dolog, hogy azt mondják, hogy akkor figyelj, tessék, kapsz itt cseréből egy másikat. Hát, ha ezzel elégedett leszel, vagy valami, értitek. De nem, ehhez képest nem így működik. Szerencse a számítógépet, amikor összeraktam, akkor ne éri ide, léci. Jó, majdnem. Szerencse a számítógépet, amikor összeraktam, akkor nem így történt. Akkor relatív egyébként minden egész jól működött. Nem tudom, mennyit tudtunk van. Láttam, hogy gázolajból valami 7000-et összegyűjtöttünk már, szóval szerintem ebből a szempontból rendben vagyunk. Most hullákat akarok keresni, mert egy pár farm plottot még szeretnék készíteni föntre. És akkor azzal lezárjuk ezt a körsétát, amúgy is már 8 óra van játékidő szerint. Itt lenne még egy autó, mindegy. Elég sok autó van. Itt a lepusztult földre bemegyünk. Itt is jó sok autó van, de igazából abban reménykedek, hogy hullákat fogunk látni.
Egyelőre egy darabot nem láttam. A medve se rossz. Várjatok, ha medvét találunk, az se baj. Itt mindig szokott lenni medve. Az mi? Ja, egy modell. Lol. Nem baj, ez is jó nekünk. Oké, a toll az nem kell, meg a csontja nagyon, de ők is adnak húst. Ezt is dobd, meg ezt is dobd. Nekünk kell még az a rothadt hús. Ott van szerintem valami előttünk, nem? Lol. Miért látjuk egymás után a hullákat így? Ezek a kesei hullákat, tollat nem dobom ki. Megvárom, hogy gyűjtünk-e még. Ott van még egy hulla. Mennyinél tartunk? Ja, nem látom a többit. Mert a motorban van benne a nagy része, amit már felszedtem. 27, 37. Oké. Okay. 30, csak 5 rotting flashbe kerül. A nitrát powder az lehet az, ami szívásosabb. De ezek szerint viszont akkor mennyi? 37, akkor 6. 6 darabot. Nem, 7 darabot is igazából. 7 darabot össze tudunk rakni. Azt szerintem elegendő. Hoppá, nem belevágtam. Agyát bakott rajtunk. Na, azt a medvét még ott. De jól bírtad. Elég sokat, majdnem egy egész tárat beleengedtem a gépfegyverbe, ami jó sok lőszer. Még mindig nincsen M16-unk? M16-nak hívják a golyószóró. Tényleg, könyvtárat akartam. Nézzétek meg, az felém repül. Annyira adom. Mondani akartam, annyira adom, hogy a kesejük figyelembe veszik itt a játékban, hogyha rájuk nézel. Mert ugye alapvetőleg a kesejük nem támadnak meg közvetlenül embereket. Úgy támadnak, hogy dögevők, ugye? Tehát nem is szeretnek nagyon harcolni. A legyengült állatokat, a gyermekeket, azokat támadják meg. De így közvetlenül nem támadnak meg semmilyen élőlényt, amennyire én tudom. Jó, 52, 50 valamennyi. Menj innen! Hogy hátrasadt? Egy ilyen késes build is sem lehet annyira rossz, mert ahogy így vágdosod, úgy vérzést okozol neki. Bár megmondom őszintén, nekem jobban tetszik... Jön egy farkas, vagy egy kutya. Nekem jobban tetszik az ütők, mert ahogy így beleütsz, és így arrébb repülnek, az nagyon jól néz ki szerintem. Ah, ugráló zombi. Pókica zombi. Spider-Man. Na, alapvetőleg egyébként viszont elég sok nyersanyaggal jövünk vissza, szóval szerintem ez egy sikeres kör volt. Szerintem még a farm plot... Ja, nem is ide kell jönnünk. Ó, hol van a ház? Arra. Szerintem még a farm plotokat le tudjuk helyezni, arra még szerintem lesz idő. Hopp, óvatosan. Jó kis viharocska van. Azt megcsinálhatnák, hogy ilyenkor feltöltődik vízzel mondjuk. Az árok például. Vagy pedig ott lenne az a rész. Kő, tényleg. Mert az árkot már elkezdtem kikövezni. Csak kéne hozzá még kő. Na gyerünk már. Ezt tyúk be, úgy. Az ajtót is meg kell javítani, láttam, hogy ott hibás. Szóval várjatok, hol vannak ezek? 10 darab ilyenünk van. Aha, itt hogy égnek? Látjátok, ketté raktam. Valaki írta egyszer, hogy jobban megéri, hogy... Ja, éjszaka lett, jó. Szóval, hogy jobban megéri, hogyha ha külön helyre rakom, akkor gyorsabban beégnek. Látjátok, beraktam úgy. Tehát úgy van. 84 percig lehet, hogy nem kell ennek az egésznek mennie. Viszont elég sok forged steelünk lett. Ó, ki kell mennem a motorhoz, mert vannak kint cuccok. Igen, ilyen cementet kéne készítünk, ahhoz meg kő kell. Itt van már egy kevés, itt a cobblestone-okat, ezeket igazából be tudnánk törni. De hogyha bányásznánk, az lenne a legjobb. Ezt a
clay soil-t, ezt csak nem lehet átalakítani rá, mi? Nem. Régebben volt egy bug, hogy ha túl sok nyersanyag volt a kemencébe, akkor összezavarodott a kemence, és megszűnt a nyersanyag egy része, vagy teljesen. Nem emlékszem, hogy pontosan hogy volt, de valami ilyesmi rémlik. Ez az. Nem bírtunk felvinni mindent. Jó, oké. Nem voltam benne biztos, hogy itt kell rákattintani, vagy itt. Kicsit vicces lett volna, kiszedem az összes cuccot, amit nem kéne. Hú, ez amúgy, ez a gomb, ez olyan brutálisan jó. Megmondom őszintén, hogyha játékokban nincs valamelyikben benne, akkor így igazából szenvedés valamilyen szinten rakosgatni bele a dolgokat. Az elsőt is kivehetjük, sőt, most a racsata az kikerülhet, ezt mondjuk meg is javítjuk, így. Gyerünk. Kint is van, úgyni. És akkor kevesebb helyet foglalnak, ezt... Ennek van értéke? Hiába hatos, nincs semmi értéke. Ez az akkumulátor ide. Júj, de sok akkumulátorunk van. Egy jó részük semmit nem ér. Mi van, ha betörjük viszont? 120 ledet ad. Jó, hát akkor töredez be őket. Mert úgy is van, ha látjátok, 2-es, 4-es, 5-ös, 3-as. Ennyi nem fér bele egy akkumulátorba. Hát egy akkumulátorba fér bele ez a 6 darab, ha jól emlékszem. 6 hely van egy akkumulátorba. Viszont az a sok egyes, az annyira felesleges nekünk. Na, ki a maradékér? Hoppá! Jajjaj, pillanatra megijedtem. Ali! Meghalt. Ja nem, most halt meg. Tetszik, hogy átalakítottuk, hogy ki tudok állni oda. Úgy, te meg ide. Nagyon jó, kész vagyunk ezekkel. Szóval, amit szeretnék csinálni, az mindenképpen a farm plottok. Clay soil, nitrát powder, rotting flesh. Szóval clay soil, mi sem egyszerűbb, nitrát powder, mi sem egyszerűbb, és rotting flesh. Nem ide rakjuk? Ja, itt van. Oké. Okay. Viszont most már nem úgy készítünk, hogy jó, akkor készítsem, amennyit tudsz, hanem hát ide 6, 7, 8, 9, 10, jól számolom, 4, aha, ez 10. Amint látjátok, egy picit többet készítettünk volna. Mindegy, ide 10 elegendő. És ha már itt vagyunk, akkor ezt a részt itt fent még folytathatnánk is. Egy tetővel, azon gondolom, hogy le kéne fedni egy tetővel az egészet, vagy pedig kéne egy lövegfelőre. Az lenne az igazán logikus döntés, hogy egy automata gépfegyvert leraknánk oda, és akkor az majd elintézi a repülő keselyűeket. Talán ennek a teteje, ennek a tetejére rárakjuk így. Erre ide elnéz, bőven elegendő az, mert általában ugye vagy itt állunk, itt ennél a résznél, tehát ugye ott az ajtó, és akkor mindegy, errefelé állunk általában, ugye vagy itt állunk fönt, vagy ott állunk lenn, és akkor ott bent, vagy itt mászkálunk, szóval ide nem fog támadni a keselyű, nagy eséllyel ezt a részt fogja támadni, és akkor ugye onnan ide rálát, és le tudja lőni. Na. Itt meg akkor... És ezt kell nekünk először. Copy shape. Sőt, rotation-t is copyz. Úgy nem. Ez így lehet érdekesen fog kinézni. Hoppá, négy is kész van. Akkor így legalább látjuk, hogy ez a rész itt hogy fog kinézni. Nem. Jó ez így. Jó, ez így a mondó vagyok. És azt csináljuk... Nem, half blokkokban. De half blokkokból csináljuk egy részét. De nem teljesen. Szóval azt kell nekünk... Aha, de sima frame kéne. Ah, ja, jó, oké. Akkor lemegyek frame-ért.
Valamire rá szeretnék állni, hogy tudjátok, hogy jobban tudjam építgetni. És így, így nem. Aha, hát ide akartam, de ide ez így nem fog jól kinézni. Jó, akkor nem sima frame-ekkel fogjuk csinálni, hanem rampokkal. Ramp. És ide azt hiszem egy ilyen való. Igen. Ez az egyáltalán? Ez az. Így né, és akkor a belsejébe meg akkor mehet a sima teljes blokk. Amiből ki is fogytunk. Nem baj, hogy állsz még kettő, jó akkor búd. Ebből meg nyugodtan készíthetsz egy tizet. Addig mi ezt itt lerakosgatjuk. Lehetett volna egy ilyen kis utat építeni ide. Lehet, hogy majd kicserélem. Nem tudom, mert előbb látnunk kéne, hogy mennyit termel ugye összesen a farm. És akkor utána majd eldönteni, hogy szeretnénk-e esetleg ezt bővíteni valamilyen megoldással, valami kilógó kis résszel itt bővíteni, vagy valami hasonló. Szerintem ide simán lehetne kilógatni még egy részt. Ja, erre ide egy ilyen kis bővítés még bőven lehetne. Egy két blokkot szerintem itt ki tudnánk tolni. Sőt, ezt szerintem simán meg is ejtem. Nem is fogok kizélni. Ezek mondjuk half blokkok itt. Ez az. Ezt nem terveztem. Az a mód még azt hiszem nincs benne a cipőnkben, hogy nem sérülök, csak vagy fele annyira sérülök, hogyha ugrok. Ha jól emlékszem, hogy nincs benne. De már benne van. Yes! Akkor innen le tudunk ugrani nagy esélyel úgy, hogy ne törjem szét a lábam. De értitek, szóval tudjuk bővíteni arra majd az épületet, ha szeretnénk. Erre még lehet ilyet rakni. Pont egy ilyen. Ők így is úgy is majd még készítenem kell ilyen wood blokkokat. Újni. Nem mondom, hogy a világ legjobb dolga, de nem lett olyan rossz. Lehetne, nincs esetleg fence valami, vagy valami hasonló? Nem? Akkor nem. Akkor ezzel. És akkor itt nézni egy fence-t. Nincs. Akkor railing. Rail az van. Valami egyfajta ilyen kerítést szeretnék ide. Railing itt van. De ez nem középen van, vagy igen? Nem, ez nem középen van. Mi szeretnénk középre. Ez sem középen van. Legyen ilyen. Nem, ez borzalmasan néz ki. Végül mégsem lesz ennyivel rövidebb a videó, mint gondoltam, hogy lesz. Catwalk Rail onni. Nem. Jó, akkor tudom, mit csinálunk. Van itt olyan, hogy Rail, nem, Iron Bars, ez kell nekünk. Összesen pedig 6 darab. Lehet több? Esetleg lejjebb egészen lentre? Nem. Jó lesz ez, sőt lehet, hogy csak 3-at kéne. Csak 3-at, ja. Nem 4-et, mondom 3-at. És azt csináljuk. Vagy copy, úgy. Jó, ez nem az, amit kopizni akartam. Így, ezeket itt beépítjük. És akkor így egy kicsit még inkább zártabb ez a rész. Ezt itt. Ezt kicserélem. Egy ugyanolyan blokkra, mint a túloldalt. Úgy, és akkor itt az lesz, hogy itt is lesz egy generátor majd egy idő után. De még nem kell töltenünk semmit. Illetve akár virágokat fel tudunk hozni. Nem ezek lebegnének. Ah, francban.
francba. Akkor mindegy. Akkor mindegy. Ide viszont... Nem akarom teljesen, mondjuk ez a rész. Úgy, és akkor innentől kezdve. Már most elkezdem kibővíteni a részt. Viszont ezt itt akkor arrébb kell raknunk ezt itt. Azért kell arrébb rakni. Mert odaraknék, ahol a maga az oszlop, a vezető van, odaraknék konkrétan egy másik blokkot még. Mindegy, már fél órája veszek föl. Szerintem erre a részre elegendő volt ennyi, srácok. Amúgy is már alakul, hogy jön a második nap, és nem szeretném azt a napot elvenni. Szóval, hogy általában szeretek kora reggeltől felvenni, és akkor estig ez így. És akkor jóformán úgy fog kinézni, hogy ezt ide rakjuk. Ezt ide rakjuk, és akkor így megyünk végig, és akkor ki van bővítve még egy sorral. Lehet, hogy két sorral, de szerintem egy sorral elegendő lesz. Nem kell két sorral. Lehetséges, hogy akkor nem is kell valójában kicserélnem azt. Jó, az nem tartja meg úgy. Nem baj. Így. Igen, nem is kell feltétlenül kicserélni azt a részt ott. Ide még egy pár farmplotot így bele tudunk építeni. Jó, ez így. Alatta ki lehetne... Ki kéne egyáltalán cserélni? Lehetséges, nem is kell kicserélni alatta. Ez mennyi blokknak felel meg? Ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plusz. Oké. 7 darab plusz farmplot. Úgy. 2 perc. Jó, hát... Ho-ho, kell fel a nap, srácok. Eljött az időnk. Mehetnénk el itthonról. Ez az. Tetszik egyébként mindig a hangja, amikor a játékban így fel kell a nap, mert olyan tum-dum, tudjátok, olyan megnyugvásos. Itt magyarázzál nekem a játék, hogy mi történik. Ott konkrétan mi van? Ott nincs semmi. De itt sincsen semmi. Itt sincsenek. Itt van, amott nincs. Tudom, hogy mi lehet. Tudom, hogy mi lehet. Mert akkor, hogyha ezt ide rakom, nem, akkor eltűnik. Ezt ide rakom, akkor is eltűnik. De akkor ennél nem tűnik el? Ezeknél meg miért? Azt hittem, hogy ha lehelyezed a farmplottot, és utána lehelyezed a fát, akkor nem tűnik el. És úgy kell lehelyezni, hogy tudjátok, fát először, és utána a farmplottot, és akkor érzékel, hogy ott van mellett, és nem rak ilyen kis kerítést. De ezek szerint rak. Szóval így... Így nem tudom, hogy mi van. Ide nem is kéne ilyen blokk. Ide elég half blokkokat rakni. Na várjatok. Hát ezt én meg akarom csinálni. Hol van a láncfűrészünk? Van láncfűrészünk, ha jól emlékszem. Ott van. Gyere szépen. Gyere szépen velem. Hova rakjuk a gázolajat? Ide. Azt a mindenünk, mennyi gázolajunk van. Jó, hozzad. Azt mondom, hogy ennek is újra töltjük. Nem? Majdnem felvettem. Nem? Így. Igazából annyi gázolajunk van, hogy most már... Teljesen őszintén akár ezt is csinálhatnánk mindig. Végre eljutottunk megint arra a szintre. És már nagy javában készül a következő verzió. De viszont a legközelebbi alkalommal, hogyha elkezdünk játszani ezzel a Seven Days to Die-ja. Nem. Ide ilyen kanyarodós kell. Half? Azt hiszem Half-nak írják. És nem itt, hanem mindenhol kell nézni. Úgy. Nagyon jó. Szóval legközelebb, ha elkezdünk játszani a Seven Days to Die-ja, mert kijött a frissítés, vagy valami hasonló ok miatt. Ide nem lehet úgy berakni.
akkor úgy döntöttem, hogy rakunk be egy-két módosítást. Tehát például nehezebb lesz a játék, ellenben dupla annyi XP-vel fogok játszani, meg ilyen dolgok, értitek. Szimplán amiatt... Ez így jó is. Szimplán amiatt, hogy gyorsabban haladjunk legközelebb. Mert azt nem akarom, hogy több videó legyen, nem. Mert nem véletlenül van egy videó 7 Days to Die minden héten. Vagy esetleg néha kettő. Nem ez kell nekünk, hanem itt akarjuk. De viszont azt szeretném, hogy valamilyen szinten gyorsabban haladjunk. Nincs olyan teljes. Ugyanez, csak teljes. 1/2. Az mindegyiket 1/2-nek hívják, ez az. Miért van itt melletted egy ekkora méretű? Miért nincs egy rendes méretű? Tudom, hogy van egyébként. Tudom, hogy van a játékban ilyen. Ez? Nem. Ez sem az. Tehát negyedet akarok. Egy negyed blokkot. 1/4. Egy negyed blokkot. Hopp. Ez centered. Nem. Akkor ez lesz az. Ez végképp centered. Ez lesz az, csak... Nem. Csak ennél hogyan fogalmazzak, speciálisabban kell forgatnunk. Tak. Hopp, ott van. Ott, nagyon jó. Úgy néz ki, ahogy szeretnénk. Rossz irányba kezdtem a forgatni. Mindegy, így ne. Ó, oda nézzetek, és akkor most már... Ugyanúgy van az összesnek így a szélén. Kialakítva. Lehetne catwalkot rakni az egésznek a egész köré. Tehát egy körbe az egész épület köré catwalk. Így a tető részen. Mert most olyan lapos itt az egész rész. De értitek, és akkor lehetne úgy kiállni ott a szélére. Várjunk, itt vannak a catwalkok? Itt vannak a catwalkok. Nincs nekünk valami feles catwalk? Bár igazából nem kell, hogy feles catwalk legyen. Tehát ilyen catwalkok teljesen jók. Várjunk is, hogyha catwalk railing only. Ja, értem. Akkor így működne. Még így se feltétlen rossz. Feles catwalknak örülnék, ha lenne feles catwalk. Diagonális. Left, right, igen. Ezt akarom. Catwalk centered. Vagy railing centered. Mindegy, ez igazából működőképes, ez így is. Hát értitek, mit akarok így körbe rakni az egészet. Jó, ott még meg lehet. Igen, itt is jó, oké, rendben van. Na és akkor így értitek, így az egésznek így a köré így van egy ilyen kis rész. Igazából annyira nem vészes. Valamilyen szinten rajta van, lent lehet, hogy kicsit furán néz ki. Ó. De szépen nőnek a növényeink. Ez az már ki is nőtt teljesen. Na hát figyeljetek! Szerintem egész sok mindent csináltunk az ellenére ebbe a videóba, hogy nem feltétlenül terveztem, hogy ezt fogom csinálni. De úgy vagyok vele, hogy megépítettük azt a kis ilyen kis bungallót, amit terveztem, annak a tetejére egy löveget fogunk helyezni. Ezt az egész részt még be fogjuk növényekkel pakolni. Ide ilyen kerítés lehetne szél. Ja, de akkor nem bírok növényt lehelyezni. Ide még talán esetleg le tudok rakni két kerítést így két oldalra. Na mindegy, ez majd a jövőnek a zenéje. Remélem tetszett ez a videó nektek. Dobjatok egy lájkot, hogyha igen. És nézzetek körbe a csatornán, hát ha találtok mást, amit szívesen megnéznétek. Aztán addig is a legközelebbi részig pedig. Sziasztok!